Az újszegedi sportcsarnok ezúttal is két napig csak és kizárólag a ritmus, a zene és a tánc otthona volt. A főszervező szerint ez a verseny lehetőséget ad a hazai táncosoknak arra, hogy rangos nemzetközi zsűri előtt megmérettessenek. Elsősorban a világranglista pontokért jönnek. A világranglista pontoknak van szorzója, ugye? Lényeges, hogy hány pár indul a versenyen, hány országból indulnak. Az is lényeges, hogy hány pontozóbíró áll fönn a parkettán. Ezért nekünk most 11 országból áll fönt a pontozóbíró mindig a parkettán, és értékeli a párosokat, akik fölmennek. Érkeztek új táncosok Norvégiából és Moldovából, míg a megszokott vendégek is eljöttek, többek között Olaszországból, Oroszországból, Lengyelországból, Szlovákiából, Németországból és Észtországból is. Mi már második alkalommal veszünk részt ezen a versenyen, akkor jó eredményt értünk el, most is nagyon izgulunk a döntő előtt. Jó a hangulat és szuper nagy a csarnok. Extravagáns csillogó ruhák, erős smink, barna bőr, ez a jellemző a versenytáncosokra, nemtől kortól függetlenül. A külső persze nem minden, vaják a versenyzők, a belső összhang elmaradhatatlan. Hogyha nincs meg az összhang és nem érzel úgymond a párod ilyen sem, mint akivel nem tudsz együtt dolgozni, akkor ez felejtős, így nem lehet, tehát szükséges, fontos. Ebben a sportban ezért gyakran előfordul, hogy szerelem szövődik, amiből végül életre szóló kapcsolat is kialakulhat. A szenior kategóriában induló Kránic házas pár például 30 éve osztja meg a hálószobát és táncol a parketten. Az egyik legnagyobb szépsége az a kettőnk kapcsolata. Tehát közös hobbink van, együtt töltjük az időnket, szórakozásnál is, nem külön-külön, az egészségünkre jó hatással van, az állóképességünkre. Valami elkezdődött 16 évvel ezelőtt. A Szőketiszant nemzetközi táncverseny a 70-es, 80-as években hatalmas siker volt, és az érzés nem változott. Manapság is óriási népszerűségnek örvend.